autópálya szélén múltkor láttam egy srácot, lazította le a kerékcsavarokat, és az autó már meg volt emelve, úgy próbálta lelazítani a kerékcsavarokat, nem pedig úgy, hogy még ugyebár nincs megemelve az autó, lelazítod a kerékcsavarokat, és utána emeled fel a kocsit. Hát közben itt izé tévé az elindul. Szóval, ilyen kis apró kis trükkök. Hát Putyin titkos ügynök volt. Szerinted egy olyan országban, ugyanazt a nyelvet beszélik, a populációnak Ukrajnában a 90%-a simán lehetne orosz állampolgár, ugyanazokat a dolgokat és ugyanazokat a kultúrákat tanulták. Ugyanabban nőttek fel. Putyin, mint titkos ügynök. Szerinted egy külföldi ország odaküld fegyvereket. Putyin már nem gondolta arra esetleg, hogy ezt megoldja? Én mondtam, hogy ezek a NATO fegyverek, ezek orosz kézzel fognak landolni. Hát eljött az ideje ennek is. Orosz kézzel landolt a NATO fegyverek nagy része, meg az amerikai fegyverek nagy része. Úgyhogy az oroszoknak mostantól kezdve saját fegyverből, meg saját technikából bizonyos helyeken nem is kell használni semmit, mert megkapták a NATO fegyvereket. Hüp-hüp-hüp, barba trükk. Joe Biden, Donald Trumpnak a footprint, tehát a nyomába lépett. Mert amire azt mondta 2 évvel ezelőtt, hogy azt nem szabad csinálni, mert a Middle East, tehát hogy hívják Middle East, az a régió, ahol a közel-kelet az instabil lesz. És Donald Trumpra nem volt instabil a közel-kelet, minden tök jó volt, csacsi nagyi király, mindenki boldog volt, happy volt, kezet fogtak, jó volt a biznisz, minden működött. Joe Biden, ezt amikor belépett az office-ba, akkor ezt teljesen összekavarta. Na most, másfél évvel később, megy vissza izét, mindenkinek lepacsizi, meg meg akarja oldani a helyzetet, mert instabillá vált a közel-kelet, és ahogy beszéltünk erről, mi lesz a következő, Irán, mondtam, Iránba fognak menni, ezek megint elkezdenek majd ott háborúzni, hogyha Iránnal nem tudnak megállapodni, akkor ők fogják, USA fog lerohanni Iránt, de az a terv először, hogy megpróbálják, illetve megpróbálta Joe Biden azt elérni, hogy a palesztinokat, az izraelieket, meg akik ott vannak még a közel-keleten, a szaudiakat, azokat összefogja, de ez még nem jött neki össze. Mert kell neki az olaj? Hát ezért, mert kell neki az olaj, mert hogyha az USA-s olajat termeli ki, az nem jó. USA-ban is van elég olaj, és simán USA az önellátó tud lenni, nem, az nem jó. Mert abban nem lehet pénzt okosítani, és hogyha USA-ban termelik ki az olajat, akkor a republikánusok, tehát nem a demokraták, nem a liberálisok, mint Joe Biden, hanem a republikánusok csinálnak pénzt, és akkor belefolyik az a pénz az Egyesült Államokban levő politikába. Na, ezért menj most elkönyörögni Joe Biden azért, hogy kapjon energiát, meg kapjon olajat a közel-keletről. Vagy le fogja rohanni Iránt, mert a szaudiak erre kérték. És a két nagyfejes, mind a kettő bukott vezér lesz, garantálom neked, vagy kitör a harmadik világháború. Tehát ezt most le is írhatjátok. Vagy mind a kettő meg fog bukni, vagy kitör a harmadik világháború. Az izraeli miniszterelnök, meg Joe Biden. Ezt most írásba adom. Ezek most megbeszélték, megüzenték Teheránnak, Iránnak, megüzenték, hogyha Irán nem áll le azzal, amit csinál. De érdekes, Joe Biden alatt, Donald Trump alatt nem volt probléma. Nem áll le azzal, amit csinál, akkor meg fogják támadni. És miért fogják megtámadni? Mert kell az olaj a közel-keletről. Azért fogják megtámadni. Na, ilyen egyszerű, és ilyen átlátható ez. És ez miatt, amit most ugye hát Joe Biden csinál, mindenki be van szarva az USA-tól, mert félnek, hogy háború lesz. Az infláció az irdatlan. Sőt, mi több, minden esik a dollárhoz képest. Azaz minden pénzem esik a dollárhoz képest. Ezért a Central Bank az interest rate-et elkezdte megemelni. Tehát mi történik? Az történik, hogy minél több pénzt raksz bele az ekonomibe, a gazdaságba, annál jobban meg tudod pörgetni a gazdaságodat, és annál jobban az inflációt ugyebár lejjebb lehet nyomni, de ezt Orbánik is csinálják, különben ez egy tradicionális dolog évek óta, aztán majd ezt visszafele megoldják, és akkor, amikor az infláció lejjebb megy, akkor már minden tökéletes. Tehát minél jobban, minél többet költsek az emberek, minél jobban menjen a gazdaság. Mert minél jobban megy a gazdaság, ugyebár,
annál többet ér a pénzük. Na, ne felejtsük el, ezt Ronald Reagan nagyon jól kitalálta az Egyesült Államokban, amikor bevezette ezt a kreditrendszert, a hitelkártya rendszert, hogy mindenki kötötte a pénzt, mint az állat, a nem létező pénzt, és beindult az Egyesült Államok gazdaságát. Mindenki be van szarva az USA-tól, hogy háború lesz. Nem egy helyen. Én mondtam, hogy a Joe Biden jön, akkor égni fog a föld. Hát itt mögöttem lehet látni. Ezek a számok, ezek arra utalnak, hogy be vannak szarva az országok. És az euró is a rossz döntések miatt az euró is elkezdett leesni, és elkezd infláció lenni. Emlékszünk erre a mondatomra? Nem a megtakarításod fog megmenteni, hanem a befektetésed. IMF blog, mit mond? 2022 év vége és 2023 egyidatlan nagy összeomlás fog történni, és azt írják, hogy facing darkening economy outlook. Tehát ez azt jelenti, hogy ha így megy, össze fog omlani az ekonomi, nem egy, nem két országban, és ez mind az üzemanyag miatt van, és az orosz háború miatt. Az oroszok csöcsre fogják tenni a világot. Ha ezek itt nem fognak tudni dűlőre jutni, már pedig nem fognak dűlőre, de még nem fognak, Joe Biden alatt biztos, hogy nem, itt háború lesz. Ha itt háború lesz, olyan szinten el fog menni az energiaára, de olyan szinten, mert innen jön elég sok üzemanyag, nem üzemanyag, hanem igen, energia. Ha itt nem lesz, és az oroszok nem adnak, vége. Olyan, olyan szopás lesz, hogy kevesebb autó fog menni, kevesebb repülőgép fog menni, ami meg fog menni, annak meg irdatlanul fel fog menni az ára. Nem fog működni a gazdaság minden üzemanyagkal és minden energiakkel. Azért működnek az emberek agyáig, hogy lehet most azért az ukrán zászlót itt lobogtatni, meg hogy miért tört ki a háború. Ez egy dolog. Oké. A másik az az, hogy hogy reagálunk erre. Na, ezek a szankciók, hogy még jobban felidegesítik az oroszokat, meg Putyint, és elzárják az energiát, ez ahhoz fog vezetni, hogy a német gazdaság teljesen csöcsre fog menni. Az azt jelenti, hogy most nem akarok számolni, bocsátkozni, mert biztos vannak nálam sokkal okosabb emberek, akik megmondják, de a munkanélküliség, nem tudom, 80 millió laknak talán Németországban, a munkanélküliség az több mint 25%-os lesz Németországban, ha nem lesz energia. Ez azt jelenti, hogy elindul az a folyamat, ami az ilyen lecsövesett országokban szokott lenni. Közbiztonság, erőszak, fegyveres támadás, etc. etc. És nem azok fogják elkövetni a németek, akik majd összehúzzák magukat, nem. Hát ki fogja elkövetni? Hát a bevándorlók fogják elkövetni, mert azok lesz a napon, minden megrosszabb esetben fogják magukat, azt hazamennek. Ezen az oldalon, ha nem lesz megoldva, nagyon nagy probléma lesz. Az üzemanyag árát, azt meg kell nézni, hogy mennyi volt márciusban az üzemanyag ára, meg mennyi volt most az üzemanyag ára kordonként. Érdemes megnézni. Nem lesz elég étel, nem lesz elég nyersanyag, nem fognak tudni semmit üzemeltetni, hogyha nincsen energia. Nem fognak tudni fölfűteni egy, mit tudom én most mondok valamit, amiben az ételek vannak. Nem fognak tudni dolgozni a gépekkel. Ez nagyon jó, meg nagyon szépen hangzik, hogy vezessük mindent be zöldre, de ez egy halott ötlet. Tehát itt lehet tapsolni a tizenéveseknek, és nem tudják, hogy miről van szó. Lehet tapsolni, hogy zöldre kell mindent csinálni. Ez egy nagy baromság. Minden tönkre fog menni. Minden, amit el tudsz képzelni. Nem arról szól, hogy lesz fűtés a lakásban, vagy nem lesz fűtés a lakásban. Nem erről szól. Arról szól, hogy nem fognak működni a cégek. Bezárnak az irodák. Nem lesz munkahely. Nem az, hogy otthon fázol. Hát az nem az szar, hogy otthon fázol, felöltözöl. Nem ez. Nem fogsz tudni eljárni munkába. Nem lesz tömegközlekedés. Nem lesz áram. Csomó minden nem lesz. Tehát a legnagyobb baromság egy ilyen hülyeséget csinál. Ezek most nem fognak tudni megállapodni. Már pedig nem úgy néz ki, de ezek nem fognak tudni megállapodni. Itt garantálom neked, másfél hónapon belül Iránnal az USA-sok elkezdenek háborúzni. Az meg csöcsre fogja tenni Európát, teljesen. 2000 óta a kínai gazdaság az lassul, ugyebár a koronavírus miatt, a lezárások miatt, de leginkább amiatt, hogy az Egyesült Államok vezetése az rossz döntéseket hoz. Az Egyesült Államok vezetése, hogy nekik van a világ legnagyobb hadseregük, tehát a világ legnagyobb hadserege, az bárhova el lehet küldeni, lehet kell csinálni egy-két filmet, hogy jövünk, hozzuk a demokráciát, és lerohanunk egy-két országot, és akkor oda bevisszük a McDonald's-ot, nagyjából most ezt így elmondom, és akkor boldogság van, mert a fiatalok azok boldogok, mert megjött a McDonald's, meg lehet venni külföldi kocsit, meg ez az emasz. De eladják ezért az életüket, idézőjelben, mert
egy olyan világba fognak belekeveredni, életük végéig dolgozni fognak, és fizetik vissza az adósságukat, mert a fiatalok arra fognak felkészülni, hogy az a jó, ami a tévében van, és azt kell követni, amit a tévében van, és ez az igazi élet. És ez Németországban, a jó liberális országban ki is alakult, gyereket nem csinálnak, csak élik az életüket, és most már a férfiak is szülhetnek. Na mindegy, visszatérve a kínai gazdaságra. Ha a kínai gazdaság lelassul, már pedig a kínai gazdaság az elég elkezdett lelassulni, és a világon nem lesz energia, akkor jönnek a legnagyobb problémák. USA vezetése az, aki az egészet csinálja. Én megmondtam, égni fog a föld, hogyha Joe Biden lesz. Hát látjuk, hogy ég is a föld. De itt most már nem egy, nem kettő, nem három, négy, meg öt különböző dologgal kell megbirkózni. Koronavírus, ukrán-orosz háború, egy közép-keleti háború, egy energiaválság, és én még volt valami az előbb, hogy mindegy, most már nem tudom, most csak akkor ennyit sem tudtam felsorolni. Joe Biden égették a fényképét az izraeliek. Érdekes, talapok nem égették. Na, ennyire szeretik ott a hazudozó szemétládát, mert ugye bár azt csinálta, hogy oda ment, beledugott az emberekben, meg beleszólt a választásba, meg megígért mindent, aztán nem úgy csinálta. Most, miután mindenkit leszivatott, most visszamegy könyörögni, hogy ő megold mindent. Hallod? Mit mondják? Itt mondják az izraeliek, hogy menjen haza, nem kell ide, nem kell, senkinek nem kell. S tudja, hogyha Biden lesz, háború lesz. Ha háború lesz a Közel-Keleten, akkor háború lesz máshol is. Mert most az oroszok is, az ukránok is, az amerikaiak is, a NATO is, meg még a Közel-Kelet is háborúzni fog, és akkor nem beszéltünk Kínáról, hogy Kína meg titokba támogatja, nem támogatja, titokba mindenféle szigeteket nyit, és már fegyverkezik, mert hogy ugyebár az egész vizet, az egész óceánt, mindent ő akar uralni. Nem véletlen, hogy csinált Kína is egy csomó szigetet, katonai szigetet, felfegyverkezett. Erről már beszéltem egy pár hónappal ezelőtt. Milyen érdekes. És akkor beszéljünk erről a környékről. Ez West Asia. Itt ugyebár 400 millió ember lakik. Ugyanazt a vallást gyakorolják. És érdekes módon mégsem jönnek ki egymással. 20 különböző hát hogy mondják, nemzet van, vagy nem is tudom, hogy mondják végül is, 20 különböző, igen, 20 különböző nemzet van, 20 különböző ország van, 20 különböző féleképpen gondolkodnak az emberek, és még sincsenek jó meg egymással, amikor ugyanazt a vallást gyakorolják, ugyanazt a nyelvet beszélik sokan, és mégis nincsenek egymással jóban. Miért? Hát miért? Hát 1960-ban jött egy ilyen movement, amikor arról volt szó, hogy mindenki jó lesz a másikkal, de aztán az Egyesült Államok 1970-től kezdve elkezdett Szaúd-Arábiával ugyebár szerződéseket kötni, meg a többi országgal egyesével, és az összes többi országra megmondta, hogy majd az Egyesült Államok segít nekik, és összeurasztatta az egész rendszert, összeurasztatta mindenki után mindent, és látjuk, hogy mi van a Közel-Keleten. De most, talán, és akik össze vannak veszve, Szaúd-Arábia össze van veszve Katarral, ugyebár Libanon össze van veszve Szíriával, Marokkó meg össze van veszve Algériával, de ez még csak egy ilyen nagyon egyszerű táblázat. Ezen kívül sokkal nagyobb problémák vannak ott, mert az Egyesült Államok ezeket a problémákat ugyebár nyomta, és az Egyesült Államok az mindig megmondta, ezt megvédjük, azt megvédjük, adunk fegyvert, ide is adott fegyvert, meg oda is adott fegyvert, csak hogy káoszt okozott, és az Egyesült Államok olcsó hozzájusson az üzemanyaghoz. De most meg fog ez változni, mert lehet, hogy lehet, hogy létre fog jönni az Egyesült Arab Unió. És hogy az Egyesült Arab Unió létrejön, és ezek kezet fognak egymással, és lepacsiznak egymással, nem USA-val, egymással, és USA-nak nem adnak energiát, akkor mi lesz? És hogy ezek így ugyebár összefognak, és majd megcsinálják ezt a uniót, ezt az összefogást, ezt a arab NATO-t, akkor az fog történni, hogy 400 millió embernek lesz egy katonai szervezete. És ez a katonai szervezet, ez nem arról fog szólni, hogy... Ez a katonai szervezet nem arról fog szólni,
hogy az USA-val majd pacsiba lesznek, hanem ezek arról fognak szólni, hogy már szépen a világban elindulnak, és szépen a világban majd úgy fogják adni az energiát, hogy ők akarják, megcsinálják a saját hadserejüket, megcsinálják a saját védelmi rendszerüket, ugyanúgy, hogy megcsinálják, meg fogják csinálni az oroszok, ugyanúgy megcsinálták annak idején ugyebár a NATO-t, az európaiak, ugyanúgy, hogy az Egyesült Államok is ebből mi fog kijönni, elmondom, mi fog kijönni, különböző nemzetek lesznek, különböző összefogott nemzetek, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanott laknak, egy irányba mennek. És innentől kezdve az Egyesült Államok, az ki fog esni? Ki fog esni az Egyesült Államok, ugyebár abból, hogy ő fogja a világot uralni. Nincsen messze. Pár hét, pár hónap, talán egy-két év. Rájöttek arra, hogy az USA-sok nem ennyire jók azért, mint ahogy gondolják. Az Európai Unió be akar építeni a bunkert, egy olyan bunkert, amit nem lehet behallgatni, ott fogják rendezni ugyanbár a beszélgetéseket, mert hát az a probléma felült fel, hogy valamilyen úton módon mindenféle információ kiszivárog az Európai Uniós megbeszélésekről, és nem tudják, hogy miért. És most kitalálták azt, hogy 8,1 millió euróért építenek egy bunkert az Európai Unió, és akkor most fogja tartani a tárgyalásokat. Be vannak szarva attól, hogy Putyin összefogott a kínaiakkal, és azok mindent le tudnak hallgatni. Úgyhogy milyen érdekes. Hát lehet, hogy nem kéne rángatni a bajszát a medvének. Úgy hallottam, hogy itt a katás tüntetések, amik vannak, ez teljesen az, mint az Egyesült Államokban, amikor voltak ezek az tüntetések. Beépülnek ilyen antifatagok, majd lehet látni egy-két antifás zászlót itt az éjszakában, szerintem a rendőrök is ezért mennek oda, meg ezért csinálják azt a fesztivált, mert az antifások azok semmi mások, mint nagyon sok mindenre megtanított fiatalok, akik nem találják a helyüket az életükben, és feliratkoznak, hogy bemennek egy ilyen titkos szervezetbe, antifa, az USA-ban is különben is, ez volt, és a Black Lives Matter is belépültek, ezek lángadták le az oszlopokat, ezek volt, akik kővel szalaszét dobálták az embereket, meg az üzleteket, és ezek káoszt okoznak egy országban. Így próbálják megdönteni az ottani rendszert, amikor a másféleképpen nem megy, politikailag nem megy, akkor oda mennek, találnak valami ürügyet, hogy legyen, vagy szerveznek egy nagyobb ilyen felvonulást az utcán, egy nagyobb ilyen, hogy hívják, sztrájkot, vagy nem is tudom, hogy hívják, most magyarul hirtelen akartam mondani, és protest, és akkor beépülnek a protestbe, és tüzet gyújtanak, szétverik a dolgokat, neki mennek a rendőröknek, szurkálódnak, pánikot okoznak, gáspét eldobják, hogy az emberek elmeneküljenek, és minden nagyobb a tömeg, annál jobb, annál nagyobb káosz lehet okozni, és a külföldi hírekbe ezt le lehet úgy adni, hogy abban az országban nincs demokrácia, vagy azon a helyen nincs demokrácia, vagy azon a helyen az emberek éppen mást akarnak. Soha nem felejtem el, a Black Lives Matter-nél például erről le voltak festve a táblák az Egyesült Államok, be voltak rakva egy raktárba, onnan vették elő a táblákat, az emberek azt sem tudták, hogy milyen táblát hoznak, de kaptak érte pénzt. A fiatalok megkaptak alkoholt, és akkor mentek, és a végén már azt üvöltették, hogy fuck Donald Trump. Egy 300 éves rendszer bukik el, és ez a rendszer mindent meg fog tenni. Itt háborút fognak indítani, itt energiaválságot fognak okozni, itt gazdasági világválságot fognak okozni, itt egy politikai világháború folyik a háttérben. És ezek ezt akarják, mert bukik a rendszerük. És miért nem adják csak át így a rendszert, hogy átadjuk a rendszert, az kész, 300 évig vittük, aztán kész. De ez egy nagyon jó kérdés. Nem a pénzről van szó, a hatalomról van szó. Mert életük végéig van ezeknek pénzük, nem erről van szó, csak a hatalomról van szó, mert olyan dolgokat csináltak, amiket most nem fogok elmondani, majd a későbbiek folyamán ki fognak ezek derülni, olyan dolgokat csináltak, amiért el lehet őket ítélni. Lógni fognak, börtönbe fognak menni, elveszik a vagyonukat, háborús bűncselekményeket követtek el, etc. etc. Na, ezért nem akarják, hogy elbukjon az ő rendszerük, és ezért fognak mindent megtenni annak érdekében, hogy az elkövetkezendő 2 évben, 2,5 évben óriás káoszt okozzanak. Mondtam, hogy az ukrán-orosz háború ez nem fog elmenni, ez nem is fog elmenni novemberig, csak Joe Bidennek valami újat kell csinálni, egy új háborút kell indítania, vagy egy új dolgot kell csinálnia, hogy az oroszokról most kicsikét levegye az információt, mert az emberek rájöttek arra, hogy az ukránoknak most már nincsen esélyük az oroszokkal szemben, meg nem is beszélek, hogy minél tovább tart a háború, annál nagyobb gazdasági világválság lesz mindenhol, és irdatlan mennyiségbe fog minden kerülni.